Gólemek. Ha át kell törnünk ezt a falat, akkor szükségünk lesz húsz utászra, hét összvérre és fél salétromra. Vagy egy gólemre. Vilmir Bress, a Szénhegy munkafelügyelője. A gólemeket varázslattal életre keltett lélektelen anyag alkotja. Kérdés nélkül engedelmeskednek alkotójuk parancsainak. Határtalan erejük, korlátlan fájdalomtűrésük, Végtelen türelmük és a tény, hogy semmit erre, semmit arra nincs szükségük, a legjobb szolgává vagy testőrré teszi őket, amit csak kívánhatunk. Ha harcba keverednek, fáradhatatlanul küzdenek, míg szét nem zúzzák ellenfelüket vagy ők maguk porrá nem hullanak.